A karcagi többcélú kistérségi társulás Szociális Szolgáltató Központ konzorciumban valósította meg városunk önkormányzatával a szegregátumok fejlesztésének komplex programja Karcagon projektet. Ezen belül két év alatt 360 fő szegregátumban élő vett igénybe különféle szolgáltatásokat. Szepesi Tibor városunk polgármestere elmondta, a pályázat az ott élők életkörülményeinek javítását volt hivatott szolgálni. Az útfelújításokon és szociális lakásfelújításokon túl 18 közösségfejlesztés célzó program, 4 személygyűjtési akció, 4 családi fotózás, zöldítési akció, 4 virágosztás, havonkénti tanácsadás valósult meg. Természetesen olyan programokat is megvalósítottunk, amely a mindennapi élettel kapcsolódott össze, különböző szaktanácsadásokat, környezetnevelési programokat és olyan rendezvényeket valósítottunk meg, amelyben a környezeti nevelés játszott jelentős szerepet. Ennek apropóján került már a pályázat elején meghirdetésre az a lehetőség, hogy azok, akik minél több alkalommal, de legalább 10 alkalommal részt vesznek ezeken a programoknak valamelyik részén, ők közöttük nyereményeket fogunk kisorsolni, mégpedig olyan nagy nyereményeket, amelyekkel a pályázathoz hasonlóan a környezeti nevelést tudjuk majd népszerűsíteni és egy kicsit javítani. Ennek megfelelően fűnyíró, fűkasza került kisorsolásra, és hát ez ugye mindezt köszönhetően azoknak a támogatóinknak, akik pályázat mellé álltak, így többek között egy kerékpárt is ki tudtunk sorsolni. Én azt gondolom, hogy sikeres volt a pályázat, nagyon sokan, több mint 300-an vettek részt a különböző programokon, és közülük voltak néhányan azok, akik a mai sorsolásra jogosultá váltak. Megkérdeztünk néhány programban résztvevő szerencsés nyertest is a téma kapcsán. Elmondták, milyen eseményeken vettek részt, és azt is, hogy nagyon örülnek a kisorsolt ajándékoknak. A családi napokon vettünk részt, személyszedésen, és nagyon örülök, és minden tiszteletem polgármester úrnak. Nagyon hálásak vagyunk, és nagyon boldogok, hogy ezt megkaphattuk, ezt a fűnyírót. Egy másik hölgy egy gyönyörű kerékpárt nyert a sorsoláson. Elmondta, nagyon sok hasznos programon vett részt a projekt kapcsán. Részt vettünk ezeken a programokon, és akkor ezt az értékes ajándékot így kaptuk. Hát járok majd dolgozni, és a gyereket elviszem óvodába. Persze, fogom használni, és nagyon jól jött ez a bicikli. Szepesi Tibor városunk polgármestere az eseményen elmondta, hogy a projekt folytatódni fog. Hamarosan indul az új pályázat. A következő időszakban is hasonló programok kerülnek majd megszervezésre a szegregátumban.